104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok december 26. napján szombaton. A telefononal túlsó végén Herceg Tamás országgyűlési képviselő. Tamás, boldog karácsonyt kívánok, üdvözöllek! Boldog karácsonyt, üdvözlöm a hallgatókat és téged is, Oszi. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem vagy. Hát ugye, ha jól tudom, akkor most már véget ért nektek a parlamenti munka. Ugye februárban fogjátok folytatni, ha minden igaz. Hogyan értékelni? De ezt hát ugye azt el kell mondani, hogy te a törvényalkotási bizottság alelnöke is vagy. Így van, zsúfolt éve volt az országgyűlésnek az idei esztendő, dacára annak ugye, hogy a koronavírus járvány az nagyon sokféle forgatókönyvet átírt, de ettől függetlenül a parlament folyamatosan ülésezett a tavaszi időszakban és az őszi időszakban is. Nos, hát és akkor itt most, mivel ez egy karácsonyi adás, én csak és kizárólag jó dologról szeretnék beszélni, ugye jó dologról fog majd beszámolni Zalai Mihály elnök úr, Szarvas Péter polgármester úr és Görgényi Ernő Gyula polgármestere is, tehát csak jó dolgok, és hát Tamás, köszönjük szépen a munkádat, ugyanis a te módosító indítványodnak köszönhetően Szabadkígyósiaké marad a Wenckheim kastély. Erről kérnék szépen egy részletes összefoglalót. Ugye jelen pillanatban is így van, és nem változtatott a jogszabály azon, hogy a Wenckheim kastély állami tulajdonban van, állami fenntartója van jelen pillanatban, és az új és a Szabadkígyósi önkormányzat üzemeltetési tevékenységet folytat. Valóban érkezett egy olyan javaslat az országgyűlés elé, amely módosította volna a Wenckheim kastély tulajdon jogát, mégpedig a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes birtokhoz került volna a kastély. A szabadkígyósi polgárok, a polgármester úr, illetve az én elképzelésem szerint is ez nem lett volna helyes döntés. Ezért aztán egy módosító javaslatot terjesztettem elő, amit a Gazdasági Bizottság, illetve a Törvényalkotási Bizottság is megtárgyalt, és végül is olyan döntés született, hogy a Wenckheim kastély tulajdonjogi státusza nem változik. Annyit talán még érdemes hozzátenni, ugye, hogy több mint 3 milliárd forint értékű, részben nemzeti forrásból, részben Európai Uniós forrásból 3 milliárd forint értékű beruházás zajlik most a kastélyban. Föl lesz újítva az egyébként gyönyörű szép kastély, a kastélyparkkal együtt a kastély maga egy csodálatos látnivaló. Nyárra készül el a felújítás, és én kezdeményeztem szóban és írásban is egy olyan testületnek az életrehívását, amely a kastély jövőben üzemeltetésével kapcsolatban foglal állást. Azt minden esetre minden lehetséges fórumon az állami tulajdonosnál is természetesen hangoztatom, és írásban is ezt a szándékot közvetítem, ami a szabadkígyósi, békéscsabai, újkígyósi polgárok akaratával egyező, hogy a kastélypark az továbbra is szabadon, térítésmentesen látogatható legyen mindenki számára, és van néhány olyan dolog is, amiről én úgy gondolom, hogy a szabadkígyósiak lévén ott lakó emberek, ezért számukra legyen néhány olyan lehetőség, ami a turisták vagy nem helyben lakók számára nem adottság. Ugye épp a Wenckheim kerékpárút 4 kastélyt köt össze Békés megyében, ez is közelebb hozza Békés Csabához majd a Wenckheim kastélyt, úgyhogy szerves mindennapi kapcsolat van tulajdonképpen a két település, Szabadkígyós és Békés Csaba között, ezért aztán tényleg azt hiszem, hogy az a jó döntés, hogy nem a távolabb fekvő mezőhegyesi Ménes birtokhoz kapcsolódik a kastély, hanem marad a mostani tulajdonjogi státusza, és így mindannyian használni fogjuk majd, használhatjuk majd a közeljövőben is ezt a szép, gyönyörű kastélyt. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönjük a munkádat, na és akkor még egy jó dologról számoljunk be, ugye hát egy konzultáció indult azzal kapcsolatban, hogy itt a Körös Hotel helyén mi is legyen tulajdonképpen. Miket tapasztaltok a lakosság részéről? Miket javasolnak? Igen, azt már tényként közölhetjük, hogy megköttetett az adásvételi szerződés az állam és a korábbi, egykori, most már egykörűnek nevezhetjük magántulajdonos között. Tehát az állami a körösszálló, és az a terv, éppen a napokban egyeztettem erről az állami szereplővel, hogy következő esztendőben elbontassék a kastély. Ugye 1997 négyzetméternyi területről van szó, és egy társadalmi párbeszédet, egy közösségi tervezést indítottunk két civil szervezettel az ügyben, hogy lássuk, hogy mi az, amit a békés csabaiak szeretnének, hogy mi legyen az egykori körösszálló helyén. A többség zöld felületet szeretne azon a területen, tehát hogy ne beépített
terület legyen, hanem park, pihenőhely, lombos, fás, zöld felület legyen. Én azt hiszem, hogy amikor odaérünk, hogy a le lesz bontva a körösszálló épülete, és az önkormányzat visszakapja, vagy illetve megkapja a területet, akkor ezek a javaslatok, tanácsok, amiket a magánszemélyek adnak, ezek olyanok lesznek, amiket érdemes lesz figyelembe venni, amikor az önkormányzat, mint a terület leendő tulajdonosa eldönti, hogy mi történik ott a körösszálló helyén, a Körös Parkban, én legalábbis egyelőre ezt a munka nevet adtam ennek a területnek, hogy a Körös Park az hogyan is nézzen ki. Tehát mondom még egyszer, a legtöbben zöld felületet, parkot, lombos, fás területet szeretnének a belvárosnak ebben a részében. Nagyon szépen köszönöm az egész éves együttműködésünket, köszönöm, hogy folyamatosan vendégem voltál. 21-ben folytatjuk, jó egészséget kívánok, boldog karácsonyt és sikerekben, jó egészségben gazdag 21-es esztendőt. Én köszönöm, hogy időnként beszámolhattam a rádió hallgatóinak az elvégzett munkáról. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok minden rádió hallgatónak és neked is. Velünk történt magazin műsorunkat hallják, a 104 Rádió 1-en Herceg Tamás országgyűlési képviselő volt vendégem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.